Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Teljesen megújul Makó Rákoson a közösségi ház. Maszkokat ajánlott fel Botlik Anita. Az online térben érhetőek el a Család és Karrierpont szolgáltatásai. Mintegy 32 millió forint Európai Uniós pályázati forrásból újul meg Makó Rákoson a közösségi ház. Az épületen teljes körű felújítást végeznek a Szakmacenter Kft. Munkatársai, és remélhetőleg júniusban ezzel el is készülnek, hangzott el a mai sajtótájékoztatón. Makó város önkormányzata mindig is nagy figyelmet fordított a külterületi városrészek infrastruktúrális és közösségi tereinek fejlesztésére. Mint arról már korábban beszámoltunk, vidékfejlesztési program keretén belül több tanya villamosítási beruházás, útfelújítás valósult meg. Ma Farkaséva Erzsébet polgármester kiemelten ejtett szót a Bogárzói Páduai Szent Antal templom rekonstrukciójáról is, amely 10 millió állami és közel 1 millió közadakozásból összegyűlt pénzből újul majd meg. Továbbá egy nyertes pályázatnak köszönhetően tudott elindulni Makó Rákoson a közösségi ház felújítása. Ez pedig Európai Uniós forrásból tud megújulni. Márciusban írtuk alá a nyertes kivitelezővel, a Szakmacenter Kft.-vel azt a 32 millió forintból megvalósuló, bruttó 32 millió forintos pályázati forrásból megvalósuló infrastruktúrális fejlesztést, amelynek köszönhetően ez a több évtizede elhanyagolt épület teljes körűen megújulhat. A beruházás részleteiről Matuszka István, a Szakmacenter Kft. Ügyvezetője számolt be, aki elmondta, hogy március elején kezdték meg a munkálatokat. A kialakult helyzet miatt csak pár fős csoportokban végzik a rekonstrukciót, de remélik, hogy a határidőt tartani tudják. Egy hónap alatt már elvégezték a nyílászárók cseréjét, valamint a tetőszerkezet és az eres csatornák felújítását is. A megsérült alapot pedig injektálással biztosítottuk, hogy továbbiakban ne okozza repedést. A teljes homlokzatnak a vakolása újra fog történni, tehát mint lehet is látni, ugye levertük a bepucolt omlott felületöknek a döntő többségét, és ez új vakolatot fog kapni. A belső részen buzockás korlátozott WC-k kerül kialakításra, a mosdók teljes formában föl lesznek újítva, illetve a úgy mondanám a nagy közösségi terem, az újra lőtt az ajzat is betonozva, arra járólap kerül a szigetelések után. Hozzátette, a bejárati ajtót már beszerezték, azonban majd csak a végén kerül kicserélésre, valamint a külső homlokzatot is bevakolják. A sajtótájékoztatón Mágori András József örömét fejezte ki, hogy a körzetéhez tartozó külterületen több minden megújul. Családi eseményeket, a különféle kulturális eseményeket itt meg tudják majd tartani színvonalas módon, pontosan ugyanúgy, mint a Makó belterületén. Nyilvánvalóan nekem ugyanolyan fontosak ők, mint a benti körzetem lakói, és ami nagyon nagy örömmel tölt most el, mert én eddig erről nem hallottam, és korábban már beszéltünk róla, és nem nagy reményt fűztünk hozzá, hogy erre találunk forrást. A polgármester azt, hogy most mondta el, hogy a Bogázói templomra jutott pénz, 11 millió forint, ami szerintem óriási dolog. A közösségi ház remélhetőleg június 10-ére, míg a Bogázói templom a következő búcsúra már szintén elkészül. Mintegy 270 csomagot készített Botlik Anita önkormányzati képviselő a választókörzetében élő 65 év feletti lakosok számára, melyekben szájmaszkot és gumikesztyűt helyezett el. A fizikai odafigyelés mellett a lelki egészséget is fontosnak tartja, így néhány tippet is megosztott televíziónkkal. A településrészi képviselő már korábban is tapasztalta, hogy a körzetében élő idősek közül nem mindenki rendelkezik internettel vagy mobiltelefonnal. Mindig is fontosnak tartotta, most pedig különösképpen azt, hogy a lakosság teljes körű tájékoztatást kapjon. Éppen ezért nemrégiben 270 csomagot készített el, melyekbe többek között a kijárási korlátozásról szóló rendelet szabályait is beletette a szükséges védőfelszerelések mellé. Ezeket a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény munkatársain keresztül juttatta el a 65 éven felüli időseknek.
A csomagok gyártása folyamatos, hiszen körülbelül 600 főről kell gondoskodnia. Kerestem varónőket, és igyekeztem mosható, fertőtleníthető, sterilizálható maszkokat beszerezni. Szájmaszk készítő angyalok makói 10 fős csapatát is támogattam alapanyagokkal, ruhanyaggal, kalapgumival, amiből kb. 400 mosható maszkot tudnak előállítani, illetve egy makói ágytól tisztítással foglalkozó vállalkozó is megkeresett, és első körben 100 darab 100%-os pamut, sűrű szövésű angin vászonból, ökotex minősítéses anyagból készült szájmaszkot ajánlott fel. Az utóbbi maszkokat a makói kórháznak ajánlotta fel az önkormányzati képviselő. Botlik Anita a technikai segítség mellett lelki tanácsokkal is ellátja az időseket. Szociális, mentálhigiénés szakemberként fontosnak tartja, hogy a fizikai odafigyelés mellett a lelkünket is táplálni kell. Azt javasolta, állítsunk fel egy napi rutint, a tévénézés mellett olvassunk, és ha egészségünk engedi, mozogjunk, sportoljunk. Mindezeken felül a táplálkozásra is kitért. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a zöldségeket, olajos magvakat, halakat, olívaolajat lehetőség szerint most inkább ezt fogyasszák az emberek, mivel ez nagyon jó hat az agyműködésre, így a depresszió ellen is kiváló étel védekezés lehet. Illetve fontos az is, hogy a biológiai óránk ne boruljon fel. Feküdjünk le időben, hiszen az alvás és a mentális egészség szorosan összefügg egymással. Az alvás ugye elengedhetetlen a stresszes nap utáni újra töltődéshez, tehát én ezt is nagyon fontosnak tartom a lelki egészség megvédéséhez. Azt is hozzátette, a rokonok és a közeli ismerősökön túl, kihasználva a telefonatta lehetőségeket, hívjuk fel azokat a családtagokat vagy barátokat, akikkel már régen nem beszéltünk. A legfontosabb azonban az, hogy maradjunk otthon, és csak is a legszükségesebb esetekben hagyjuk el otthonunkat. A Család és Karrierpont jogi, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadásait az online térben folytatják tovább a szakemberek. A jövőben tervezik a további képzések indítását, ha igény mutatkozik rá. 2018 tavaszán indult el a Család és Karrierpont. A 2 év alatt több mint 2000 ember vette igénybe a szolgáltatásokat és képzéseket. A rendkívüli helyzet miatt a munkamenet is megváltozott, így a szakemberek már nem a személyes találkozások alkalmával, hanem az online térben próbálják felvenni a kapcsolatot az ügyfelekkel. Most az első lépésünk az volt, hogy a jogi, a pszichológiai, illetve a mentálhigiénés tanácsadást azt áthelyeztük az online térbe, mert nem akartuk kitenni az ügyfeleinket sem a személyes kapcsolódás okozta veszélyeknek. Ez nagyon-nagyon jól alakult, ugyanis szerencsére az érdeklődők az ügyfeleink részéről is nagyfokú együttműködést, illetve rugalmasságot tapasztaltunk. Nagyon üdvözölték, nagyon pozitívan álltak hozzá ahhoz, hogy egy picit más módon tarthassuk meg ezeket a segítő szolgáltatásokat, tanácsadásokat. Természetesen mi is alkalmazkodtunk, tehát hogyha valakinek nem volt internet elérhetősége, vagy nem volt lehetősége akár a Skype, Viber vagy Messenger funkciók alkalmazásához, akkor akár telefonon is tudtunk nekik segítséget nyújtani. A Család és Karrierpont munkatársai hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között telefonon, e-mailen felkereshetőek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, emelte ki Farkas Diana. Mint kiderült, március végéig a pszichológiai tanácsadás egyénileg történt. Azonban legutóbb csoportos formában, élő videóban, így elérve még több embert. A női vállalkozók reggelije szintén az online térben folytatódik. Szó esett a képzésekről is, amely az igények felmérésének szakaszában van, mivel több egyeztetést igényel. Nekünk is tudni kell azt, hogy azok az érdeklődők, akik szeretnének részt venni egy ilyen 20 órás ingyenes tanfolyamon, őnekik van-e egyáltalán lehetőségük otthon arra, hogy online csatlakozzanak ezekhez a programokhoz. Tehát én arra szeretném bíztatni, buzdítani azokat az érdeklődőket, akik még nem vettek részt eddig Család és Karrierpont által szervezett képzésen, viszont a jövőben ezt tervezik, akkor mindenképpen hívjanak bennünket, vagy írjanak üzenetet. Farkas Diana hozzátette, a megkeresésekből tudják majd felmérni a képzésekre az igényt, hogy elkezdjék-e online térben, vagy várjanak vele, ameddig a helyzet rendeződik. Licitre ajánlotta fel 2 kávéval megfestett alkotását Kajáriné Katalin, hogy segítse a makói egészségügyben tevékenykedők munkáját.
Az alkotó úgy véli, otthon maradásával és képeivel tudja támogatni az első vonalban dolgozókat. Kajári Katalin már hosszú évek óta ragad ecsetet. Festményeihez egyedi nyersanyagot, nem más, mint kávét használ. Többször találkozhatott a makkói közönség önálló kiállításával és műveivel. Az alkotó mindig örömmel áll a jó ügyek mellé, így most ebben a rendkívüli helyzetben is úgy érezte, hogy megteszi a tőle telhetőt. Nagy szerepe van szerintem az összefogásnak és az áldozatvállalásnak. Tehát például ugye mi mit tudunk tenni? Elsősorban itthon maradni. Az a feladatunk, hogy maradjunk itthon. Mit lehet itthon csinálni? Festeni. Vagy bármit. Tehát aki szobrot tud csinálni, az szobrot alkosson. Aki kertészkedni szeret, már lehet kertészkedni. Tehát bármivel lehet alkotni, és ezeket az alkotásokat pedig fel lehet ajánlani a közjó érdekében. Katalin két képet is felajánlott a makkói kórház dolgozóinak, amelyekről bővebben is mesélt stábunknak. Az első képen, ami már fent van a Facebookon, az egy sas. Hát ebben a bezárkózott időszakban festettem, és a szabadságot ábrázolja, ami éppen, tehát a madár éppen a felszállás pillanatában van, megörökítve, és ez a szabadságot, a felemelkedést, a problémákon ezt szimbolizálja tulajdonképpen. A másik képet azt még nem raktam fel a Facebookra, az pedig a tavasz. És a tavasz és a szabadság pedig összetartozik. A liciteket Kajári Katalin személyes közösségi oldalán tudják megtenni azok, akik támogatni szeretnék törekvéseit, ezáltal a makkói egészségügyi dolgozókat. A felszállósas árverése április 8-a este 8 óráig tart. Bauer Barbara regényíró szenvedéllyel veti gondolatait papírra, ezzel egyetemben olvasni is nagyon szeret. A szerző a helyzetre való tekintettel pedig úgy döntött, hogy saját könyveit tolmácsolja a hallgatóságnak, akik legutóbb Wenckheim Krisztina grófnő történetét ismerhették meg több videón keresztül. Krisztina fejet hajtott és kecsesen pukedlizett. Grófnő, nagyon örülök, hogy Budán üdvözölhetem, köszöntötte őt a királyné tökéletes magyarsággal. A valós történelmi alapokon nyugvó A leggazdagabb árva című regényével kedveskedett a tavaly előtt egy író-olvasó találkozó keretében városunkban megforduló Bauer Barbara az őt online követőknek, a kialakult járvány miatt otthon maradóknak. Hallgatóit a könyvlapokon keresztül egy női sorssal ismertette meg, egy olyan személyiségről írt, aki Sziszi császárné palota hölgye volt. Wenckheim Krisztina grófnőről szól, akinek az élete bár tragédiával indul, de mégis gyönyörű. És egy olyan regényt szerettem volna választani, ami térben és időben elvisz, pozitív, és valami szépséget hoz az életünkbe, és az ő élete a szép. Ahogy olvastam, engem is megdöbbentett, hiszen régen volt a kezemben ez a könyv, hogy mennyi párhuzamosságot lehet benne találni a mai világgal kapcsolatban. Ugyanis 1849 és 1872 közötti időszakot öleli fel a regény, és ekkor bizony az országban, illetve Békés vármegyében sújtott az asszály, és sújtottak járványok. És ebben a regényben benne van, hogy ott akkor azok az emberek hogyan vészelték át. Az egyeki származású írónőt jövőbeni terveiről is kérdeztük, mint megtudtuk, ötletekből nincs hiány, nagy lelkesedéssel dolgozik újabb és újabb művein. Bár nehéz időszak, és mégis azt érzem, hogy szárnyalok. Egyrészt készülök az őszre, ahogy minden évben ilyenkor, a karácsony előtti következő regény megjelenése. Másrészt pedig most úgy éreztem, hogy van időm és energiám még egy regénybe belefogni. Úgyhogy most párhuzamosan két történet fut a fejemben, illetve az ujjaim között. A szerző hamarosan újabb kalandozásra invitálja a történetéhes hallgatóságot, addig is a korábban már feltöltésre került videóit Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján visszakereshetik az érdeklődők. Érkezzenek a legfontosabbak, még egyszer röviden. Teljesen megújul Makó Rákoson a közösségi ház. Maszkokat ajánlott fel Botlik Anita.
az online térben érhetőek el a Család és Karrierpont szolgáltatásai. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, ezután Hírextra című hírháttér magazinunkkal várjuk Önöket, majd portrébeszélgetést láthatnak Dezső Virág mozgásművésszel. Az este folyamán láthatják Marosmenti kincseink című magazinunkat is. Kedves nézőink, ez volt a keddesti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, és ha tehetik, maradjanak otthon és nézzenek bennünket. Viszontlátásra!